szeretnénk folytatni az előadás, a diszkó második témája a támogatjáték olvasáshoz. Tudom neki a szó. The second lecture, as I said before, is not a continuation of the first one, but it's going to be more focused on how to read the offensive letters. So basically, we've got the same structure. We cannot change the whole philosophy in order to start one letter. Here, the thing is, when you have a team philosophy and you have all the actions building together individually, if you change something, it's going to be a very little adaptation. A struktúra az mindig van a támadó részen is, nem változtat semmi, mert ennek így van értelme, hogyha nézzük a védekezés oldalát. Ezt most folytatjuk az előző rész támadó oldalát. Of course, on the highest possible level of competition, that Euroleague or NBA, of course, you got multiple defensive systems, but I'm talking like more in the youth ages. Például az Euroleague-ában nagyon összetett a védekezés rendszer, nagyon-nagyon sok fajta típusú védekezés rendszer van, viszont az utánpótlás nyilván eszik van. For me, there's four basic things that are most important for defensive stopper. Again, related to the topic, of course, with talent identification, how to recognize talent. First of all, a player should have knowledge of the game. Without having knowledge of the game, knowing different skills, moves, counter moves, he can never be a good player. Okay, az első a játékban milyen tudások, milyen mozgások, milyen mozgás típusokat ismersz a játékban, és mit tudsz megoldani. Ha nem tudsz befutni, ha nem tudsz egyébként, tudsz labdázni, akkor nem lehet hatékot támogatni. So the color thing is what somebody brings in himself as a person, individual. And the white squares is the outside factors in the environment. Okay, a külső, a fehér zónában található pontok, a fehér kis kockák, ami a kérdekítve, azok az mind a külső dolgok, azok a csapat, azok a környezet. So over here, over here on this page, it says team organization and structure. So here, as coaches and team managers and executive CEOs, we gotta bring the optimal environment and structure so that we can enrich the player with knowledge of the game. Ezek a fehér részekben található dolgok, ezek mind a klub, a szervezetnek a struktúrája. Viszont ami ott benne található, a kis vörös, nem is tudom, ilyen barnás színben, az mind pedig a játékosok dolgozók. Next thing, an individual is going to have, in order to be a defensive stopper, he's going to be motivated. Without being motivated and dreaming and having a clear vision about himself in the future, he can never develop. A második része az anticipáció után, hogy a motivációról szól, meg egyfajta álomról is, hogy a játékosnak meg kellene fogalmazni, vagy a játékos nem motivált minden nap, ahogy, amit beszéltük az előző előadásban, és akkor nem képtelen magas szinte játszik. Nem ez belőle játék. And so again, our role as controlling this environment is to create an optimal environment with development. So we gotta develop every day. Every career is gotta develop. We cannot exploit and use just somebody. We gotta enrich this player. Everything is gotta be developed. Okay, mindig szemezet, mindig rendszer, mit tudunk segíteni ahhoz, annak erejére a játékos motivációt fenntartani, mint külső motivátor, nekünk az ő biztosít nekem az ő fejlődés. Minden nap alatt. The other thing, of course, is competitiveness, the desire to compete and just be the best. Okay, a harmadik pedig a versenyzésről szól, a versenyző képességről, az megfogalmazni egyszerűen csak a legjobb. And of course, last but not least, is the resilience. That's basically about taking everything as an opportunity. No matter how bad you lost a game, no matter if you didn't play, that gives you a chance to work more. If the drill, the exercise is hard, you take it as an opportunity to develop. We don't think that it's difficult. It's basically just rephrasing
changing the word difficult with interesting and exciting. A negyedik pedig utolsó, megint csak az az ellenálló képesség, amiről beszéltünk az első előadásban is. Egy játékosnak, ha úgy érzi, hogy nehéz egy feladat, hogy úgy érzi, hogy valami olyan akadály jutott, ami neki számára nehéz, nehézes, akkor hogyan tud ezen tovább? So the basic skills we want to teach, of course, we have time if the kids are okay with the information. We can basically wrap up the situation in four different aspects. First of all, is of the dribble on live ball situation. Okay, az első olyan koncepciója, hogy olyan tanulcsukom a játékosnak alapvető dolgokra, alapvető képességre, az labdavetésből történik, amikor a labda élő. Olyan szituációban mondjuk, amikor a labda élő és labda lehetésből próbálsz megakadni. Az látják a tolással, hogy az előtt. Second line is on the ball, and we've got a different scenario, of course, for a shooter and a driver. On ball and off ball. A másik pedig a labda nélkül, vagy labdával. Excuse me, off the catch. Ez a catch, tehát labda átvétel, mit csinálsz? Dobsz, labda átvétel. And of course, we've had something which is very popular right now, and it's, you see it all around the world, in NBA and Euroleague, it's the matchup situation when you get out of your comfort zone and you gotta get somebody with different skills level and in terms of size and everything. Az utolsó évek pedig, amikor a comfort zone-ból kikerülsz, például a viszony szituált hozzá, amikor ugye a méretbeli különbségek akadódnak egy játékba, és azt mondja a olvasnak, hogy a ráadás olyan támadszáján. Vagy hasonló azt mondani, hogy so the on the dribble, again, you have simple expectations. Of course, there's a lot of letters, but guys gotta know that. If you're guarding the shooter, you always have to have a hand bar on him. No matter if he's a 10 meters away, it doesn't matter. You gotta intimidate him, you gotta be there to tease him and just challenge him the whole time. You gotta try to stay on his opposite hip, okay? Because usually for shooters, when you stay on the same hip as the side, it's better for them, it's more convenient. And the last thing, you gotta challenge every shot, so you gotta jump. Again, that's my philosophy. I know that Europe and Bulgaria as well, not a lot of coaches teach players to jump, but for sure, you always gotta jump. Okay. A dobójátékosról beszélek, látjátok, van egy dobó oldali rész, és van egy kapuvető rész, azt majd később van kifejteni. A dobó oldali résznél van három dolog, amit kifejtett, de leginkább az utolsóra koncentrált a leg jump is when the shooter jumps first, in your leg jump after him. Never jump before him. Okay. For the contest. Okay. A dobójátékos fényésről beszélt, amikor támadó megkapja a labdát, soha nem ugor hamarabb, mint olyan labdás ez a talaj. Inkább csak szalvas, próbál szalni, még az is sok, hogyha a talajon van az. Tehát ne ugor fel hamarabb, mint hogy eldobt a labdát. So basically the driver is somebody that can get to the rim over there, you gotta respect his skills and you gotta give him some one arm length, okay? One arm length. Az egy kartávolságra jött a fiam, hogy amikor labdavezető játékos védése, az pedig nyilván egy kartávolság. Here is something very interesting, I'm gonna show some really nice tips after the second game about mirroring his footwork and shoulders. Yeah, you want to see how top defenders in the world, they can do that very easily by knowing the game, by understanding different options, and they literally mirror the opponent. Okay, a lábmunkának a figyelmet, mutatni fog nektek nagyon sok videó majd az előadás végén, a pont a tükörképét fogja mutatni a támogat, a végő pozíciót. Ott a tükör lábmunkának. So on the all catch, off the catch, sorry, as soon as the player gets the ball,
We set up the close-up, we don't go further. Of course, if it's a shooter, we want the guys, it's called to make him run out of his position, to run him off out of his position. Okay, ha egy olyan játékosról beszélünk, ott a védekezésben, aki dobó, illetve labdavető, most erre fog menni nekünk beszélni. Hogyan védekezzük egy olyan játékosról, aki dobó, hogyan védekezzük egy játékosról, aki labdavető, aki nem dobó. And again, the way to get out of the situation is their rocket set, you know, the cross set and the hand bar, and also the split set, so they can, again, be ready to carry. Megint csak a lábunkán részben figyeltem, látnád a close-up szituációt, amikor a játékos tenger felindult a lövet, és akkor volt egy keresztlépés esetben ez a karamazat. Okay, now this match situation, we're going to discuss later two situations, of course, if we manage to get there, but one leg is going to be live ball outside the perimeter, behind the arm, where we have a small guy in guarded by a big guy. Okay, a két típusú mismatch-ra fog majd beszélni később, amikor az alsó poszton egy magas játékos, egy alacsony játékos, illetve amikor szélen van egy labda és egy magas játékos védekezik egy alacsony játékos. And of course, opposite scenario where we see a small guy guarding a big guy. In the low post. És ennek az ellentétés már reális a mai kérdés. So, again, this lecture is going to be more like speaking. I'm going to have just one of the guys demonstrating for, I know it's for you, it's kind of boring just listening to my words. Of course, I would be very happy if you manage to stay focused and concentrated if you can get something from this. Ez a topic, ez inkább keresen játékosról fog szólni, és több beszélgetésről, több elméleti részről, kérje a figyelmet. So, can I read the gallery district? So basically, we're going back to the close-up, just discussing the different scenarios and go like this. What is called a one-off defense, when you have a shooter, somebody that will shoot the ball at any moment, then ball's there, the guy goes out, I don't have the time to jump and just wait for him to score the ball. So there we have another different thing. Of course, again, we got the loop principle, the loop concept, excuse me. You gotta work with an angle, but you don't jump your feet. You run as fast as you can. The idea over there is just to start one loop again, get as close as possible as you can. You gotta tease him, and you always gotta make him run out of this position. You don't want the shooter to have the comfort to have three zone so that he can make one dribble or just stop and make work on the rhythm. So you gotta take away the rhythm from him. A close-up szituáció most az a játékos, aki a labda alja, most egy jó játékos, és arra hívta a figyelmét, hogy mi az, amit neki figyelni kell. Én, mint védő, a close-up szituáció, tudom azt, hogy a dobó hogyan kell nekem elfoglalni a védőpozíciát, mi az, amit el kell kerüljek, hogy ő komfortzónába dobjon, tehát nekem, mint védőjátékos, ki kell ők jelenteni a komfortzónába, hogy ne dobjon tisztán. Én egy dobó játékos. So, Bogdan's gonna help me out. So, as soon as he catches the ball, the thing is, I gotta be there with the catch. As soon as he catches the ball, I have to be there. If I'm not there, it's 3 points. You know, in today's basketball, the other tendencies, teams shoot 40 threes. So, if they score like 40%, that's a lot of points from open shots. We cannot afford to do that. So, as soon as he gets the ball, I wanna be there. Okay, I wanna be here and force the drive. Amilyen gyorsan csak lehet, annak a védjátékosnak hozzába ki kell érni a kapásra, mert ugye egy dobó játékos a mai világban, a mai mérkőzéseken 43 pontosan dobnak rá már a csapatok. Ezt nem lehet hagyni, főleg a dobó játékos a dobni, mert ő be fog találni, és az sok ponttal összeadódik. Amilyen gyorsan csak lehet, akkor én a labda átvétel, amikor átveszi a labdását, a labda nélküli támadó a labdát, már ott kell lenni a védnek egy zavarban. And of course, you gotta have some priorities. You gotta know what I'm stopping and taking away. In this scenario, I'm taking away the shot. So if I'm a good defender, I can take away the drive as well. And the only thing I'm giving up is the pass. So, a védjátékos tisztában az, hogy egy jó védjátékosnak tartja magát, akkor nyilván prioritást kell adni a védekezésre. Nem lehet védekezni a
passzol nem lehet védekezni, a dobásra nem lehet védekezni, a labdavetésre egyszerre lehet védeni, hanem a védőnek prioritást kell adni annak, hogy mit véd és mit ad fölintézelre. A dobójátékos valószínűleg nem a dobást adja föl neki. So once I take away the shot from here, it's two ways to contest the drive. One, I said it before, is the karaoke set, and just keep pushing him away until I get back in position and just get the shot. Oh. And the second one is the split set. Okay. If he manages to beat me towards the middle and I get my leg here, then I got a split set immediately and just force the break. Again, if I do the drop set or the reverse split, it's too slow, I'm gonna get scored on every single time. Én két fél lábunkat hozok most nekünk, két fél lábunkat mutat nekünk. Ugye ő egy jobb játékos, de ő akkor nem dob rá gyűrű, hanem inkább labdát lehet, akkor az egyik lábunk, amit ezzel tudott a talaponnal felé, keresztlépés és a lehető leghamarabb oda jön. A másik lábunk, ez a split step, amit nem igazán... Or scissor step. A scissor, ugye az oldó, ez a fajta lábunkat, de még egyszer azt akarok hívni a figyelmet, hogy ne sarkasz hátra, mert az nagyon lassan. Tehát inkább gyorsan látsz a lábunkat, és akkor próbál utolérni a védőjátékos, aki labdázott. Most nem a játékos. I know you guys want to see some drills, how you teach that. Basically, you gotta keep it very simple again. How do you teach it to start very basically? He's got two options. Obviously, he is a shooter. If he can shoot the ball every time, let him shoot the ball. So that means that I'm bad defender. If I get there on time, he's got two choices. He can beat me towards the middle or towards baseline. So I've got two choices as well. I can either go in the real set and hand bar and stick hand, or I got split set. I got split set, and again, this hand is here, other hand is here. A lábunkához összekapcsolta a karmunkát, és még egyszer mondom, de ő is felírta a figyelmet, mindig kell egyik kezel előre, mindig folyamatosan egyik kézen föl kell lenni. Másik kéz pedig lent itt a karmunk pozíció. So we're moving on to the driver scenario, where you better get who is good at driving. Then the toes are going to be more balanced. You gotta be conscious as you can, and here you gotta mirror his shoulders. So basically what I teach, I don't want to have the hands up on the driver, somebody to beat us to the ring. So I want to be here, as I said before, as soon as I get close, I get my ball to my hands here. And I want to be in front of the ball. I never choose side, and here I basically focus on his mid section, and I just mirror his footwork. So just slowly go one way. So I'm here on his shoulder, if he goes, I'm here, I'm always feeling his shoulder. The modern moves of the dribble, as soon as he plays the dribble line, it's mostly hazy, or you're there for a while. So if he's a driver and the ball is live now, before in old school basketball, we used to have straight drives. On games, you usually just see that. You see somebody going, you almost don't see that anymore. Okay? There's no straight line drives. A következő lábunk ez a tükörök lábunka, hogy végig a két vállal, a csípvel és a testének a középpontjával szembe volt a lábunkra, végig fontos. Okay. Nowadays, most of the Americans call it east-west drive, so we better change directions. It's like left right drive. So we always have one move this way, and then I have to move the other way and go back. Okay, a támadójátékos a opciója, amit befelé betörni, de azonnal tud irány ritmus által, és már azonnal van egy másik irány betörés. And nowadays you see much more often a guy is using much more dribble. When I was growing up, I was teaching you have one hand dribble. Probably all of you heard the same stuff, but nowadays in modern basketball it's not like that. But the most difficult drives, first one is straight line, second one is east-west or left-right, and the third one is when you have east-west, north-south. Okay, so it's you go this way, you go back, you change direction, you go back again, and you change again. Okay, so you're going forward, backwards, left-right. A régebbi kosárlabdában volt az leginkább észrevehető, hogy az irányok az jobbra balra előre körül. A mai modern kosárlabdában már ezek a kombinációk, tehát láttátok, vagy látjátok, hogy Rugadot is van elképesztő féle lábunkája, különböző irányok előre, oldalra, hátra oldalra, 8 irányok a játékos négyen hozom ki labdával. Okay. What do you think is the easiest drive to defend?
kérdezni. Which one is the easiest rifle? Melyik a legkönnyebb úgy szerintetek labdát? Melyik irányban, amit az előtt mondtunk? Straight line, egyenesen, left right, forward, backwards. Előre, oldalra, jobbra, balra, tehát a különböző irányban. Szerintetek melyik a legkönnyebb, a legegyszerűbb? What do you guys think? Mit gondolod? A lure. That's a good answer. A lure because when he goes straight line, if he goes straight line, I can always contest and keep him in front of me. So over there, if I'm stalling, if I lack contact, I can just, even though at first point, this is easy, that's easy defense. And if we're equal in terms of skills and talent, he's got no chance to score me. Okay, az előre utat, az könnyű védekezni. Ugye, azt láttátok, az két-három napunk, és már sok volt szembe a távol, szembe a lényel. The reason modern players do this is because they make you rotate the whole time. They make you rotate. As soon as you rotate, you got your back uncovered and he can easily beat you towards your back. Az oka, amiért a mai modern támadó játékosok használják ezeket a szállókat, sokszor látják, hogy sok leütés van, sok átütés van, de azért használják ezt, hogy a védőjátékosnak a védőjátékos pozíciójával kibillentsék. Tehát a lehető legtöbbször próbálja a csípőt rotálni, forgatni, de sokkal könnyebb megvenni olyan tárt, egy olyan védőjátékos, aminek folyamatosan a csípője forgál, rotáció. Az sokkal könnyebb megvenni. So again, if you want to be a good on-ball defender on live situation and on the drive, you gotta stay balanced, you gotta be squared towards your opponent and try to mirror his action. I'm moving forward to the beginning of the lecture. You cannot do that if you don't know the game, if you don't know the moves. For example, you got the hesitation, and from there, if you don't know what's going on after the hesitation, you get trouble. Okay, az egyensúlyozott hívta figyelmet, hogy ha egy nagyon jó védőjátékos akarsz lenni, akkor neked, amit említett, ez a mirror, ez a tükör lábunkkal, neked végig szembe kell adni vele, mert mihelyest a támadójátékosok, ennek egyre nagyobb bővült a repertoárja labdával, az a különböző hezítésű búvók borzasztó nehéz, mint védőjátékosnak egyensúlyon maradni. De ha te jó védőjátékosnak akarsz maradni, akkor neked egyensúlyon kell maradni. Ez, oké, ez így nagyon egyszerű, viszont valami egy tiszta pályán. So I'm gonna move on with one more thing. Besides that he wants to have your shoulder moved, what a good ball handler wants from you. He wants you to get it out of the stance. Going upwards, downwards, and also he wants to go backwards and forwards. So it's crucial to keep the distance of one arm away. Nagyon fontos, arra hívtam a figyelmet, hogy az egy karttávolság, az próbálja a védőjátékos mindig tartani, egyik az egyensúly a másik, mert az, hogy a támadójátékosnak célja az, hogy a védőjátékos egyensúlyával kiszökkentse, tehát folyamatosan a súlypontját fölben használja a védjátékos, ez jó a támadjátékosnak, mert tud olvasni. Így tud dönteni, hogy most dobjon, vagy megvele a támadjátékosnak, magasabb a csípője, a gyenső, akkor sem a súlypontja, akkor sokkal könnyebb meg a rendtalan, valószínűleg könnyebb átdobni a játékos, de a támadjátékos oldalán ez nagyon fontos. Védjátékoshoz csak annyit említettnék, egyszer mondom, hogy a karttávolság az minden esetben. Ugye a támadójátékosok dolgoznak előre, akkor történik egy ritmusváltás, már lép hátra, de a te, mint védő a karttávolságot végig tartod kell. Tehát te jössz hátra a labdával, de a támadó már visszalépett, mert ugyan gyorsan vissza kell lenni karttávolságot tartani. So just to like overview, if you want to have a shoot on the closeout, you better run him off his position. You better jump towards him, be aggressive. And then if he takes the shot, always jump second. Okay? Don't jump, just if he catches the ball, I see shoot, and jump straight away. I gotta still be under control, I scream, I wake him to get on the ground, that's what I shoot. Otherwise I'm gonna get fake and just go on by. Azért, mert a dobójáték, szituáció, hogy dobójátékosnak próbálsz kijönni, az nem azt jelenti, hogy automatikusan neked fel kell ugorni, mert az a játékos lehet, hogy a második esetben okos lesz, előre gondolkodik, hogy ez a védjátékos az előző szituációval, amelyet terve felugrott, ugye dobással, most csak csinálj egy dobócsek, felugrott, egy leütést és ajtóba dobsz egyszer. Okay, furthermore, close out the shooter if you jump. Adam Campbell is doing it the whole time. If you watch his game, I'm a huge fan of his game. He resembles Kobe Bryant, so I was a huge fan of Kobe, so I love him. He's doing it the whole time, he contests the shot.
make sure that this right one grip shot. And as soon as he lands on the ground, he goes for the second contest. So he knows he's going to get poor, because sure he's either shoot the ball or the catch or the grip. So he's basically the same. He's doing that as soon as he lands. Oké, ez már egy következő szint, amikor ugye a végjátékos tudja, de azért, mert ha tudja, hogy a támadó játékos az inkább egy labdavetésből történő, inkább előszeretettel használja az a labdavetésből történő tempódobást, és azonnal látták, hogy az érkezéskor már fordult, és már újra zavart a játékos dobást. Of course, it's a small adjustment, you cannot actually teach this, but it's a player IQ and talent again. We want to move forward to the mid-side situations, then I'm going to show the videos, which I believe is going to be really interesting for you. So, the big guy, can you help me? Big guy. Most a mid-side situációról fog nekünk beszélni, utána a videón, és meg fogja megmutatni. So on the first design situation is over here on the perimeter when a player is out of his comfort zone. For example, out kick, do you believe that he's out kick here? That's okay. It's going to take it, right? Do you know what you have to do? Yeah, that's not bad. Making a foul, it's not bad, but it should be your last option. Before that, you got to defend. Foul is not bad. If you make the ball go out of bounds, it's okay. We were just talking with my colleague, Teddy Cooper. The same thing, the goes out, if you cannot stop somebody, the best possible choice is foul. It's okay. So it's a good answer. Before he fouls, does he know what to do? So obviously the advantage he's got is his size. The disadvantage he's got is the speed problem. So how he can take care of the speed issue is just having more distance. How he can cover the more distance is with his size. So first rule, he's got to stay big. So the thing we see with youth basketball players, developing basketball players, usually in this situation, he's confused, he's scared not to get beaten, and he says here. Okay, that's the hugest mistake he can make. Ez az első részmény szituáció, aki a felvételen történik, amikor a magas játékosnak kell védekeznie, hogy rá alacsonyan az kéne a játékosnak, és azt jelenti a biztó, hogy neki a magas játékosnak milyen előnye van, az alacsony játékosra szemben az előnye a magassága. Tehát neki az a fontos, hogy minél magasabb, minél szélesebb dolgának védekezni a alacsony játékosra szemben. Viszont ebben a probléma, hogy a támogatást elfelejtek, az, hogy ez a játékos, aki előnye van a magasságából, az nem látszik. Tehát az a játékos, aki kiszolgatott, az előnye elveszik, mint védő játékos. So we want to have a lot of those situations against the Lakers. If you play switch defense, of course, but your players, offensive and defensive, they gotta be aware of the sentence because everybody's playing switch defense now. And if you have a big guy that's going in this situation, two things. Stay big, that means just use his size. And second thing, stay active. Don't stop for a single second. Okay, you gotta be like that the whole time. Just move, be ready, laterally close the drive. Be ready to contest the shot. Again, if you have, you see the difference, right? He can contest, I have to contest the shot here. Go back behind me. Lift your hand. Come behind. He can contest the shot from over there, okay, because of the, it's a pure difference. So, stay big and be active. Okay, the problem is more stabilization, the problem is az előnyedet meg is mutatni, illetve a másik, hogy legyél aktív, folyamatosan karmokkal, lábokkal akadályozva
legalábbis szabad a dobását, a felelélyes, amikus az alkalmasodott. So we're moving down. Now he's got the advantage. You're ready. Okay. What are the two possible choices? Two possible choices. Két lehetséges választása. What choice can we make for the defensiveness? He can play well. Hol tud játszani a védelmet? Most here. Ott van. He can front him, okay? He can play in front. If he's shorter like me, and he's got the advantage, I gotta be here, okay? I gotta see on his feet. I gotta be here and just work my legs. Often you see guys with in a mismatch situation, they go here just pumping with the guy, that's the huge mistake. It's the most inappropriate approach. Okay, also postonoló mismatch érkezésben az első szituációt próbálta elmagyarázni. Ez a jó pozíció érkezik a másik pozíció, legnagyobb pillanat, amikor az alacsony játékosok próbálják meg folyamatosan lövösni kifele távol, hogy jutott a magas játékos, az nem jó lesz, tudjuk, személyen. So, you have a word for this position. It won't just stand like that, somebody's going to give it to you, so you have to be very, very energetic, and you have to put some lot of intensity and energy. So, basically, what is the disadvantage of this situation? How they can attack us? Okay, mi a hátrányok azt mondják a pozíciót? Ott van, és mi ennek a hátrányok a pozíciót? Lupas, there's a left side. I don't okay. You know, I don't. So it's the Lupas is going to be started from the help side, because there's one more defender over there. So the biggest disadvantage here for me is a high low game. If the ball gets in high post and then extra pass for the low post. So what can I do? First, we gotta know what the basic moves. If he's guarding in front, what you see the big man do is two moves, and all the short guys you gotta teach him and how to expect that. He's either gonna swing second and front people to get the ball here. Or he's gonna lean over you here, playing back, reverse view here. So if he's here, please. What can he do? He's here, sit down, see what he's here. I'm not very well as a kid, I'm not a leader, I think, who you know that provide a time. Viszont a rendes sakarás, ez a box átlelő magunkat, maga a hátra sakarás, de a védőjátékos mit tud ellen tenni? Mit tud tenni az érdekére, hogy megkapja a labdát, még így sem. Okay, you gotta make him feel uncomfortable, you gotta intimidate him. So here, ask him if he likes that. You feel comfortable? No. Okay, you gotta get in his mood and just push back. Here, if he pushes you away, he's gonna be foul. So just stay here. As soon as he, you know, swings it here, what do you have to do? I gotta move away from the contact and go here again. Okay. Láttátok, a gondokban egy lépés, azonnal próbál elékerülni a támogatást. Okay. That's the one scenario, so the other mismatch we can have is with a big here, and he's just bumping me down closer here. Bump me. I take the first one, that's very important. Bump. I take the first one, as soon as he goes for the second one, I move away and then go for the ball. Okay, az első lövődéshez az a védjátékos próbálja meg teremteni, majd a másik lövődés, amikor következik a második működés, arra lépje át, és azt mondta már, hogy a náló játékosok látjátok, az egyensúlyában már kiesik, és könnyen tudsz eltöbbenni a labdát tőle. Again, it's basic stuff, but something you can practice. You gotta play one-on-one in a mismatch situation. Ez rendszerűen kell. Especially if you're playing, of course, switch defense. So, basically, if you have your big man guarding somebody, a good shooter, a good driver behind the other, you gotta make him stay big and work his feet, both his feet and his hands.
Én még egyszer a fönti védőjátékosnak biztos szituáció fönt, lenni aktív és mutat azt, hogy te nagy voltál. Nem az legyen, hogy te, mint egy 2 méteres 5 centis játékos, 190 centis tűnj, hanem légy tényleg magas, akkor minél jobb az alak az alacsony játékos labdával. If you're playing at the low post, the big against the small guy, you gotta make the small guy work and just intimidate the big guy and just stay away from contact. Okay, move away from contact. Okay, hogyha pedig folyton a alsó poszton van viszlecs, akkor inkább mindig lép hátra, lép mögé, és akkor kerül mindig el, hogy látják az első szituációt. Okay, thank you guys. Thanks. So we want to move on. Okay, shut down the light, please. As soon as the right goes, he uses his hand, and the other hand is above his head. Again, very fundamental stuff, this small details that give a huge advantage. Switching hands. If the ball handler is controlling the ball with his right hand, your hand bar is going to be with your right hand. If he switches hands, go left, your hand bar is going to be with your left hand. Instead of using them. That's the moment where he's got to extend his
and just use his handbar, his left hand should hit it, so that the referee is not going to go foul. A játékosnak a játékvezetőre nem fog fújni faltot, erre a karmunkára. And of course he's going for the reach. Me personally, I never encourage three things. I never encourage lies, steals, and just peepholes deflection. Deflection, steal, and block. We never encourage this. So, of course, some of the players, athletic players, they want to do it, but never encourage it. Azt mondja, hogy a labdaszerzés, a csapatban fel akarsz pöckölni a labdába, a blokkot, azt nem igazán akarják, hát azt inkább próbálják elkerülni. Here's Kratos again. You see the DK, it's kind of a mismatch. Látjátok, hogy mismatch szituáció. But here, he's got to go with a handbar and shorten the distance. Lift his left arm again. Instead of that, Kratos here is the smartest player. He goes for contact instead of the defender going in contact, and he gets the. You see the contact, you see the bump, and he gets easy level. Látjátok, a Kratos nagyon jó most a védekezésben problémát, a támadók és a vigyázni most nem próbáltam keresni a kontaktot, Kratos ezt reagálta, és azonnal a lőkeres mintán a kontaktot. Ebből a védő egyensúly helyzetéből teljesen kizökkentette, és tudott ott egy nála 20 centi alacsony játékosnak. See Leonard over here, he just, obviously that's a driver, he doesn't have the intention to shoot the ball, so you see both of his hands are down, he just always staying on one arm away, just mirroring his footwork. Staying in front of the ball. You see that anger with the in a mismatch situation. You never want to be that if you're a mismatch. You rather either hold your position, again handbar in this scenario, right hand, left one is up, and just holding position, don't land and bang you like that. Or you rather bang, just answer the bang and go for the steal. Okay, ehhez a pozíció, ehhez inkább próbálják a védjátékos. Látjátok, ez sima egyszer volt, de azért, mert a védjátékos nem adta hangát, és nem próbálta semmilyen ellenállását valósítani. Tehát mindig egy kész, hajtott, hogy inkább mondtam, ha a másik kész pedig föl, ahogy ezt kérdezik is. Here you gotta say as close as possible, just give him a handbar again, say why I'm strong, hold position, and don't get back. Ugyanez a szituáció előtt. But never say like that. Soha nem próbáltam, ez az ő filozófiája. Szerint ebben a pozícióval a két készült az neki nem az előtt. Here what you should expect in a mismatch situation, I was saying about the swing set, that one of the possible choices he can... Látjátok a alsóhozban a mismatch szituációt, a kis ember érkezik a nyelven. You see the swing move and the front wheel. És nézzétek meg a támogatást, hogyan próbál előre. So, actually, Ted Thompson is going to move backwards and just go on his right heel. És azonnal, ahol a végjátékos ezt felismerte, azonnal átralépett, mögé került, és próbált, és szedte a labdát. Here the problem is with the big guy, just staying close to the ball. Again, stay away from the ball. Your advantage is the size, so you don't need to be that close. Ahogy látjátok, most a mismatch szituáció fönt van a topon. Egy alacsony játékos szemben van egy magas védjátékos, a center, akinek a probléma az volt, hogy túl közel volt a labdát. Látjátok, azt az előnyét, ami volt, ami van neki,
től, se Akkibeni kezével, se lábával. You see here in this match with Perry, his initial position of the big guy is good, but he's too passive. He should be much more energetic. Never go for the reach. Just make sure you hold your position. Ismét egy viszont szituáció, és látjátok, hogy a védjátékos az inkább labdát akarsz vezni, nincsen megtartani ezt a pozíciót, nincsen az, hogy az ő előnyét kihasználva, hogy a védekeznének rá sokkal lassabb játékosan. Támad játékos ezt ki is használja. The problem in those situations is that they're not clearly communicated with the coach, so here the defender, if he knows what you want from him, he can easily answer your expectations, but obviously he has no idea what's expected from him. A kommunikációt lépett a kommunikáció problémát, a szituációval az egyszerűen nagyon segít a játékosnak, illetve játékos társaknak is, játékos társaknak is ellen várni, hogy segítsen a saját társadalmat. It's not a mismatch, but still it's very good move. You can just teach if you have your small guy inside, he can initiate the initial contact, just bang the, you see the offense and then move back. Ez nem egy mismatch szituáció, de láttátok, hogy az első kontaktot leütközte a védjátékos, majd a második leütésre próbálta a védjátékos az egyensúlyával kizakenteni a támadjátékos, ami sikerült is. You see the mismatch with Cammy here again. Of course, he's very smart, he knows exactly what to do. He pulls him away. You see the big guy, Ken, he's too passive, his hands are down, so he has no chance to contest the shot. Látjátok, hogy ezt a dobást az semmi esélyen szavarja, tehát egy üres sima dobás. A végjátékosnak mindenképp ez nem magas rúgponttal lát, még passzívat, tehát ez semmi esélyen, hogy legalább szavar. Még ha be is megy, akkor is nem számít, de legalább szavarhatom a dobást. And you see here Patrick Beverly doing a great job with the mismatch. It's for the little guys, it's very useful. And you can, again, you can practice this once in a week, it's not a problem. Látjátok, amikor a következő mismatch szituáció, amikor az alacsony játékos próbál elég kerülni a támogatókosnak, de ezt gyakorolni kell. See how Bobo is staying? Látjátok, hogy a labdát hogyan próbáltak megjárni, hogyan próbáltak volna megjárni ezt a játékost. Nézzétek, hogy tolja, csípővel, fenékkel, háttal. És lényegében, ami előnye volt a magas játékosnak, azt mind el is vesztette, de a védekezés az. Barca's defense and then Spurs defense, that's out of the Spurs. Just basically, no matter what your concept and your philosophy is, you gotta be very energetic. You gotta care and you gotta know which, every situation, what the expectations are set for you. Nem mindig a koncepció számít. Legyen mindig aktív, legyen mindig intenzív érdekedést, és próbálj meg anticipálni, hogy mi a következő szituáció. Tehát neked olvasni kell a védekezést. In terms of anticipation, please take a look. Everybody is aware of what's going on the court. Nobody is asleep. They're all moving with the ball, each and every one of them. So if you want to get like close to a good, productive, efficient team defense philosophy, everybody's got to be involved, and guys got to know that. Okay, minden játékosnak pályán részt kell venni a védekezésbe, senki sem mutat a pályán, mert az könnyen megszünteti a távolat. Ott szintén van egy viszont szituáció, magas játékos alapja ott áll. Látjátok, a Junopili azonnal reagált el a passzra. Tehát ő tudta előre, hogy alapja hova mehet, hova passzol csak az a játékos. You see, he's staying big, he's active, his hands, his legs. I mean, if you got it right and you mix, you got the whole pieces of the puzzle together, and everybody knows in each situation, each action, how to guard it, how to stop it, it gets really easy. Okay, we don't have to be able to get as much meaning as I can.
pályán tudja azt, hogy mi a szerepe védekezésben. Láttak a magasságos és mind a két kézzel, de ott volt aktív kezek, lába. Ha összeadjuk ezeket a darabkákat, mint egy pázol, akkor idézel, könnyűnek tűnik a védekezés. You saw there was a second mismatch here. That's what it's called, running him off the shaft. He's running him off the shaft. He's making him drive, so we got to help, we got rotation again. Third and second, so it's everybody's got a part in it. Ebben a támadásban a hét oldalon nézett, mindenki tudta, hogy mi a szerepe a pályán, amikor a labda hoz a betörésre, passzal, bármi szituáció tudta reagálni a hét oldalon. Nem volt se könnyű dobás, se üres dobás. You see the hammer, a center. Formulát látjátok, besegítés látjátok. Pretty much basically everything we spoke about, we can recognize it as a separate skill inside the game. That's for example the Barca. Volt egy váltás, látjátok. Szerint várjunk múlni, mint a bóló. De mindenki aktív érkezésben, mindenki tudja, mi a szerepe, mi a helye, és a végén egy rossz állás, egy rossz öntés, de akkor a felekezett, ami által a jövőben. Szerint mismatch. Szintén egy mismatch volt váltás volt. You see the closeout. Vagy volt egy closeout érés. Drop off. A javasokhoz kérdés is. Hemside, everybody's moving with the ball. And here's the perfect drop closeout. You see a lateral step, just taking a hit with his shoulder. Mindenki mozgott labdál együtt, tökéletes closeout állítottak. So basically, if you have everything coached, it's again, it's not going to be a perfect scenario where everybody's guiding his own man, his own man, and I know what he's gonna do. I mean, I gotta be focused the whole time, I gotta be motivated, and just know what every situation, what the coach expects from me. And as a coach, you gotta separate all those skills and drill them every day, and know that your players get your message. Okay, az ötöt védekezés, tehát a csapat védekezés, azt le kell bontani, és részekre is úgy tanítva őket, mindenki esetben foglalkozunk velük, és a játékosnak motiváltnak lenni, aktívnak lenni, intenzitás, fel kell tenni a védekezésbe, és láthatók nem elérhetően feladat. Mindenki tud védekezni, hogyha kell, hogy a motivált kell, hogy agresszív kell, hogy intenzív van. Okay, guys, that's basically about it for me. I apologize for having separate videos, but I had some technical issues with the video editing software, so I couldn't merge them together. Hopefully, you managed to get some information from me, and I was useful. Okay, elnézést, hát kéri, mert van egy-két videó, amit nem tud lejátszani, van egy kis problémáit a szoftverrel, de próbálják már azt útját, hogy ezt nektek esetleg valamilyen utalon elküldi, megmutatja, aztán fogok volna valami. I realize the lecture was not very dynamic, so thank you for the patience and hopefully you didn't get too bored. And I want to thank again your federation and Davidson for inviting me here. It's honestly a true honor and I greatly appreciate it. I wish you all a lot of luck with your own club and in your national basketball. And best wishes for me. If anybody has some questions, I'm here for you. Nagyon köszönjük a türelmeteket, tudja, hogy ez egy nagyon száraz anyag, és úgy, hogy nem tudni laikus volt. Nagyon köszönjük a szövetségnek is, hogy megkérdezte ezt az előadást mindenkinek, és a Jaszlak is mindenkinek, minden jót kívánok tudjában. Ha bárkinek van bármilyen kérdése, akkor azt nyugodtan feltetni. Most előadás után 4 centrész, 6 centrész. Thank you, guys. Köszönjük.